Tehőkörnyezetvédelmi Bizottság 2009-ben kezdte meg munkásságát, és ez a célunk, hogy az egyetemi hallgatóknak, oktatóknak, egyetemi dolgozóknak megmutathassuk, hogy milyen aktuális környezetvédelmi problémákkal kell szembenéznünk. Minden évünket egy egyetemi madárgyűrűzéssel kezdjük, ez az Ország László sétányon szokott megrendezésre kerülni. Ilyenkor megismerhetik a látogatók kampuszonkon megtalálható különféle madárfajokat, és megtudhatják, hogy mi is a fontossága természetvédelmi szempontból a madárgyűrűzésnek. További madaras programjaink a madarásztúra a Hortobágyon, ez egy egész napos program szokott lenni, illetve az őszi fél évben szoktunk még darulást rendezni. A tavasz beköszöntével a közösségi kertünkben is megkezdődnek a munkálatok. Ilyenkor megneveljük a polántának való növénykéket. Kiemelt programunk a Földórája nevezetű esemény, amely a Kossuth kollégiumok közötti téren kerül megrendezésre. Ilyenkor egy órára lekapcsoljuk a villanyt a kollégiumokban, illetve a kollégiumok közötti téren. A nagy takarításunk szintén egy tavaszi rendezvény, melynek során önkéntes hallgatók segítségével szoktuk a szeméttől megszabadítani a nagy erdőt. Őszi kiemelt programunk a Zöld Bőrze. A Zöld Bőrzére olyan szervezeteket, vállalkozásokat, magánszemélyeket és kézműveseket hívunk el, akik a hétköznapjaik során maguk is nagyon fontosnak tartják a környezettudatosságot, a zöld gondolkodásmódot. A tanév kezdetével várjuk sok szeretettel a hallgatókat a Zöld Pont irodánkban, amely kicsit átalakításra, megújításra került. A bizottságunkban saját magunkat is fejleszthetjük, megtanulhatunk rendezvényeket szervezni, illetve a kreativitásunkat is kiélhetjük, és aki kellő ambíciót érez magában, azt szívesen meghallgatjuk egy tagfelvétel keretében is.